Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, jó estét kívánok! Folytatjuk érdekes emberekkel, történetekkel, életsorsokkal kapcsolatos beszélgetés sorozatunkat. Tartsanak velünk! Flitter és Lótrágya, most nem tudom az életemet pontosabban meghatározni. A színésznő és a gazdasszony. Semmilyen komplexus nem okoz nekem, hogy megetetem talpig szkafanderben az állataimat. Majd a színházba esve, nagy estében húzatom agyba főbe. Ezért nem Flitter vagy Lótrágya. Mindkettő egyformán fontos nekem. Én így vagyok én. Köszöntöm a műsorunkban Papa Dimitri Attila művésznőt. És szeptember 21-én megjelent könyvéből idéztem. Nagyon megragadott engem, és magával ragadott engem ez az első gondolat. Egész életére jellemző művésznőnek ez a kettőség? Az egész életemre mindenre nagyon, nagyon jellemző, és nagyon azon gondolkoztam, hogy ez vajon honnan eredhet, és azt gondolom, hogy lehet, hogy abból, hogy én görögként éltem itt Magyarországon, tehát ebből van a kettőség, hogy mindig vagy görög voltam, vagy magyar voltam, vagy mind a kettő voltam, ha itt voltam, oda vágytam, ha ott voltam, ide vágytam, szóval ez bennem volt mindig. Sose szerettem a monotóniát, az engem elaltat, az engem lelassít, azt nem bírom, nagyon szeretem a végleteket. És, de hiszen ez, azt gondolom, nem tudom, amikor jöttek ezek a kérdések, nekem mindig olyan furcsa volt először, mert azt mondtam, hogy hiszen ez nekem természetes, hiszen ugye a jobb nélkül nincs van, a fönn nélkül nincs lent, a szép nélkül nincs csúnya, tehát az ember akkor értékeli a jót, hogyha tudja, mi a rossz közben. Szóval én szeretem mindet kipróbálni, és akkor értékelem az állatoknak a közelségét, amikor egyszer csak ebből a nagyon szép, meg nagyon csillogó, meg nagyon, de olyan kicsit álvilágból visszamegy az ember bele a trágyába, a természetbe, és az állat tényleg, ha ott van és nem kap enni, akkor az meg elpusztul. Tehát annak tényleg kell lenni. Szóval azok igaz válaszok, igaz problémák vannak a természetben. Művésznő görög származású, magyar színésznő, ám mégis egy nyilatkozatában három gyökerű művésznőnek, nőnek nevezte magát. Mert hogy Görögország, Magyarország, ráadásul egyiptomi nagyszülők. Hol van az igazi otthon, hol érzi igazán otthon magát színésznő? Az egyiptomi nagyszülők azok úgy történtek, hogy ők görögök, tehát a vérük szerint görögök, de ők Görögországba, illetve az édesanyám Ciprusról mentek Egyiptomba szerencsét próbálni, tehát tulajdonképpen ők ugyanúgy görögök voltak ott, mint én, tiszta vérű görögök Alexandriában, de nagyon-nagyon sokat jártunk ki a nagymamámhoz. Tehát én nekem a nagymama, mint fogalom, az nekem Egyiptomhoz kötődik. Tehát hát nyilván én Egyiptomban nem nagyon, tehát azon kívül, hogy nagymama, meg család, meg, de hát egy gyökerek azok nem igazán. De igazából nem, szóval én ott nagyon szeretek lenni egyébként, ott nagyon szeretek lenni, mert ott is nagyon-nagyon őszinték, nagyon tiszták, egyenesek az emberek. De igazából arra nem gondoltam soha, hogy oda mennék lakni. Görögországban sem igazából, mert Görögországban sem éltem életvitelszerűen sosem. Mindig turista voltam, illetve hát jó, hát rengeteg rokon van, és nagyon fontosak a családi kapcsolatok, ez természetes. Nálunk természetesen, ezt így kihangsúlyoztam, igen. De kétszer munka, háromszor munka miatt voltam, négyszer. Mit tudom én, szóval voltam munka miatt is Görögországban, tehát ugye azt is megtapasztaltam, hogy milyen. Nagyon jól éreztem magam, de én nagyon-nagyon kötődöm Magyarországhoz. Hát itt születtem, hát gyönyörű, ez a harang például. Harangok megszólaltak. Igen. Igazából a művésznő soha nem szeretett volna színésznő lenni, mindig is az édesapja mániája volt, hogy színésznő legyen. Ehhez képest Rómeus, Júliában Júlia, Elektra, és sorolhatnám még, akkor ez hogy van? Hát igen, mert én nagyon későn érő típus voltam, én most is úgy érzem, hogy nekem még mindig annyi mindent lehetne tanulnom, pedig nem vagyok egy karonülő jány már, de azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok minden van, amit még be tudnék habzsolni. És hát nyilván az apám az jobban látta bennem ezt a lehetőséget, hiszen ő ugye el is végezte itt a rendező szakot a színművészetén annak idején, és hát ő mondjuk szakmai szemmel is láthatta ebből a kislányból, hogy benne van. De jól tudom, ez a középiskola után jött valamilyen... Teljesen, hát a negyedikben, konkrétan a középiskola negyedik évéig még nem tudtam, hogy mi akarok lenni. A pszichológia érdekelt, azt gondoltam, hogy talán abban az irányban megyek, szerettem az emberekkel beszélgetni, megfejtegetni. Meg is találtak az emberek mindenféle lelki bajaikkal. Persze fontos volt, hogy tudják, hogy az nem megy tovább, tehát itt bejött és ott is maradt. De hogy szerettek velem beszélgetni, tőlem tanácsokat kérni, mindegy, és aztán egyszer negyedik évben elmentem egy amatőr társulathoz, és egyszer csak úgy odaszegődtem, mindegy, hosszabb a történet, a könyvben
el lehet olvasni egészen pontosan, hogy miről van szó ebben, hogy hogy történt. Na mindegy, szóval onnantól kezdve aztán hát egyenes út vezetett a színpadig. És ha már a könyvet említettük, mi indít egy ennyire fiatal színésznőt arra, hogy könyvet írjon, életrajzi könyvet írjon? Hát, mindig le kell hűtenem a kedves kérdezőket, mert nem engem indított, eszembe se jutott. Tehát én azt mondtam, hogy ki az a... annyi szép könyv, most majdnem mondtam valamit. De hogy annyi sok szép könyv van, hogy majd pont engem fognak olvasni az emberek. Hát olyan, nem, szóval nem is gondoltam volna. Hanem a Perés János az én menedzserem, aki egyébként kitalálta velem kapcsolatban ezt a rengeteg sok szép mindent, ami engem most körülvesz, a latin érintéslemez, a végtelen érintéslemez, hogy kint voltunk most Szalonikiben egy Helexpon, egy nemzetközi vásáron, ott koncertet tudtunk. Szóval az, ami mindenféle, ami van velem, tehát a Perés, aki engem egészen fiatal színésznő korom óta ismer, kitalálta, hogy nekem olyan érdekes az életem, hogy ő ebből könyvet írna. És hát az első reakcióm az volt, hogy nagyon jó, hogy engem végén fel, hogy hülye vagy teljesen, ezt mondtam neki. És aztán, hát mondom, jó, a végülis most mi történik? Hát úgyis sokat dolgozunk együtt, ott a Magnó, kérdezzé, mondom. És akkor egyszer csak így nem telt el egy év, és azt mondta, hogy na mindjárt megjelenik. És akkor pont az Helexpon voltunk kint. De még érdekes azért ezt helyi érdekességként, hadd mondjam, mert van itt egy nagyon kedves barátném, úgy hívják Tar Jánosné, alias Tünde, akit én 2003 óta ismerek, és nagyon-nagyon szeretem őt, egy fantasztikus asszony. Egy kórházban ismerkedtünk meg, ahol szegény anyukám beteg volt, ő meg egy nagyon csúnya balesetnek éppen a szenvedő volt, egy nagyon csúnya gerinc baleset, de olyan erős asszony, hogy szóval, hogyha valakit érdekel, aki hasonló bajban van, azt keresse meg, mert úgy kijött belőle, hogy arról volt szó, hogy soha többet nem áll lábra, most már két mankóval jár. Most is itt van a téren, és vár engem. Találkoztunk vele. Ő az, igen. Na szóval ő volt az első reakció, még nem jelent meg a könyv, de ő már olvasta, mert már az interneten megrendelte. És hát nagyon-nagyon jókat mondott. És megkérdeztem tőle, hogy mondom, te Tünde, figyelj, de hát engem ismernek az ember. Szóval aki, mert hát azért én nyilatkoztam, és én mindig őszintén nyilatkoztam mindenféle újságokban. Hát most mit tud ez a könyv többet mondani? És ő bíztatott, hogy de hülye vagy, hát ebben sokkal több van, és nem tudják, hogy te ilyen vagy, meg ilyen érzékeny, meg van. Úgyhogy annyira megnyugtatott, és aztán végül is én is megkaptam a kezembe a könyvet. És hát megmondom őszintén, hogy nem olyan rossz, na. Nem olyan rossz. És ebben a könyvben egy szintén nagyon érdekes dolgot olvastam. Tudatosan vagyok ösztönös. Igen. Azt mondta a művésznő, ezt nem, igen, értem. Ez azt jelenti, hogy nem akarok csak tudat. Tehát én az agyamat szeretném kikapcsolni. Tehát hogy mondjam? Tehát az érzés, mint legfontosabb számomra. Tehát ma már azt gondolom, ezért is vannak ezek az én a lemezen választott anyagok. Rengeteg az nagyon okos ember, rengeteg az előre megfontolt szándék, a kisakkozás, semmi érzelem nincs ma már, semmi ösztön nincs ma már, elvesztettük azokat az ösztönöket, amiket mi hoztunk magunkkal föntről. Hanem most ilyen nagyon-nagyon okosan megtanultunk mindent, és nagyon okos tanácsokat tudunk adni. És ezt én még lánykoromban tudatosan az ösztöneimet egyfolytában engedtem. És úgy voltam tudatosan ösztönös, hogy ami elsőre följött belőlem ösztön, azt tudatosan elraktároztam, és tudtam, hogy nekem ezt jelentette. És azt mondjuk így a színpadon például, hogy a színpadon valamit meg kell oldani, és sosem voltam előre megfontolt. Mindig vártam, hogy milyen hatást, milyen érzelmet fog kiváltani velem, és utána azt majd úgy rekonstruáltam. Tehát és aztán reprodukáltam, de szép szavakat mondok, tehát újrahoztam, tehát így összetudtam. Tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, én azt gondolom legalábbis. Művésznő hisz a véletlenekben? Maga, igen, nincsenek véletlenek. Én is azt hittem, hogy engem idéz. Pontosan, nincsenek véletlenek. Nincs véletlen. Valaki azt mondta, nem azért, bár én nekem jutott volna ilyen csoda eszembe, a véletlen az Isten inkognitóban. Pont, kész. Nincs véletlen. Minden meg ki van találva, mindennek van egy rendje, rendszere. Csak hát oda kéred, és rengeteg jelet kapunk, de rengeteget. Amit nem mindig veszünk, sőt, amit nem sokszor veszünk, nem veszünk. Művésznő egy energiabomba, de honnan töltekezik, honnan, hogy kapcsolódik ki? Hát mostanában fogalmazódott ez meg bennem, ez olyan érdekes, amikor az ember éli az életét, és ezek úgy természetesen vannak, akkor meg se fogalmazom, mert miért fogalmaznám meg, hiszen ez természetes. De miután annyiszor kérdezik, elkezd az ember gondolkodni ezen, hogy vajon mitől van, és rájöttem, hogy mitől van. Hogy egyszerű legyek. Vannak az energiavámpirok, ugye, akik leszívják a másik energiát, és abból töltekeznek, ugye? Vannak ilyen emberek. Igen. És vannak olyan emberek, akik abból töltekeznek, hogy adnak a másiknak.
Na most, ha lehet, bocsánat, én ilyen vagyok. Szóval én nagyon szeretek adni, én nagyon szeretek szeretni, én nagyon szeretek segíteni, én nagyon szeretek odafigyelni. Most az, amit én adok, az úgy jön csörstül vissza rám, hogy én ebből ha nem is attól az embertől, akinek adtuk, igen. Teljesen mástól. Igen, ezt nehéz megtanulni. Igen, de és ezt nem tanulni kell, ezt egyszer csak az ember úgyis megérzi. Pontosan ezzel kapcsolatban, hogy ugye én volt egy szakasz az életemnek, ahol egy kicsit inkább a trágya volt előbbre, mint a fritter. És most, hogy így visszafordult az egész, annyi szeretetet kapok, szóval így, amikor az ember egy lemez csinál, meg kő, meg mindent, tehát azért azok, tehát hogy oda kell menni, kopogni, megkérdezni, hogy van, és így, tehát olyan szeretet jött vissza, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy ja, hát ez az, amit én akkor adtam, és ez nekem most visszajött. Nem tudatos, nem szándékosan, hogy majd nem számítóan. Én ilyen vagyok, én adok, és akkor visszajön. És a barátság, ami a helyzet, igaz barát nélkül lehet élni igazából? Olyan igazi jó barát nélkül, akinek úgy mindent elmondunk. Én úgy élek, nem tudom, hogy ha lenne, milyen lenne, én úgy élek, nekem olyan igaz barátom nincsen. Nekem voltak nagyon jó, hát benne is van a könyvben egy gyerekkori barátném, akit néha elkapok, és akkor úgy szoktunk beszélgetni. De olyan, akivel én azt mondom, hogy na most akkor ő az első, tehát olyan nincs, nekem nincs olyan, hogy... Nem, mindig azok voltak a barátaim, akiket én nagyon szerettem. Tehát akivel én kapcsolatban, szerelmi kapcsolatban voltam, én nekem azok voltak a barátaim, és azokkal beszéltem meg a problémáimat, amik voltak. Kivéve egyet persze, ami volt ez itt legugróbb, de hát mindegy, hát ez is. De nekem azok voltak. Szóval, megmondom őszintén, én most elég nehéz, mert most már a férfi nemmel is így vagyok, tehát a női nemet nem nagyon tartottam nagyra. Azt gondolom, hogy annyira irigyek és féltékenyek voltak a csajok, hogy azt mondtam, hogy nem lehetne, kihasználják az embert, meg hátulról jönnek, meg döfködnek, meg nem, szóval nem mertem kinyílni nekik sosem. Most meg már sajnos a férfiakról se gondolok túl sok jót. De ez nyilván akkor, tehát azóta változott nyilván, tehát mondjuk a férfi nem is. Tehát most erről nem akarok hosszan, mert ez nagyon hosszú. Tehát ma már kevés az az ember, akire azt lehet mondani, hogy na hát ez egy olyan férfi, akire azt mondja az ember, hogy na jó, hát így jó. Tehát kialakult a bizalmatlanság. Elég nagyon, szóval én most olyan helyzetben vagyok, abban az irányban, ahol férfi van, nem megyek. Tehát így fordulok. Akkor én nagyon köszönöm, hogy itt most beszélgetünk. De azért én mégis azt látom, hogy művésznő most boldog. És én a boldogság, mit jelent a boldogság fogalma művésznő számára? Igazából meg kell mondjam, tényleg nem vagyok egy karonülő, szóval akit érdekel, az majd megnézi, hogy hány éves vagyok, benne van a könyve, nem szégyelem sose. Tehát éppen én azért, 30 múlt művésznek. Köszi szépen, igen, pontosan, meg még a rengeteggel több. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy én nekem már van 3 gyerekem. Én a pályán is, jó, hát persze az ember mindig szeretne többet, meg jaj, ez is kimaradt, meg az is kimaradt, de azt gondolom, hogy azzal is meg lehetek elégedve. Én nekem van, tehát most a 3 gyerekem és a rengeteg munka, ami van most, az úgy kitölti az életemet, hogy egyszerűen nem hiányzik semmi. Tehát most nem hiányzik a nyavajgása sok férfinak, meg a lealázása, meg a pocskondiázása, meg a nem becsülése, meg a nem tisztelése, ezt csinálják általában. Nem csak amivel velem, szóval általában a férfiak most, és most újabb, az a baj, hogy mindjárt menni kell színpadra, de most ezt is meg tudtam fogalmazni, hogy ez mitől lehet, mert valóban tényleg a férfiak elveszítették a férfiasságukat, tehát azt a minőséget, hogy ők a férfiak, azt elveszítették, de mitől, ez is egy társadalmi, általános, nem magyar, általános probléma, gondolom én, meg nyilván mások is, hogy mi nők annyira fölálltunk a 2 lábunkra, elmentünk dolgozni, mert muszáj volt pénzt keresni, most ettől csak elkezdtünk, hogy de megerősödtünk, hú de meg tudom én is csinálni ezt, amit te meg tudsz csinálni. És ezt egyszer csak a férfiak azt érezték, hogy hoppá, a nő az mennyire erős, és akkor én hol vagyok, és mi? Na most, hogy ők a helyzetben maradjanak, elkezdték a nőt lealázni, és azt mondani, hogy éppen mindegy, valakinek éppen volt itt éppen most egy ilyen problémája, hogy te tündökélj már otthon is, ne csak a színpadon. Értem. Egy színésznőnek az a dolg, hogy otthon vagy a színpadon tündökélj, és bocsánatot kérek, régen én sem vagyok, meg kell nézni a kezemet, szóval én nem, tehát nem gumikesztyűbe szoktam mosni, takarítani. Ez itt kérges, tehát itt van, lehet rá közelíteni, tehát nem az a fajta vagyok, de én azt gondolom, hogy régen, amikor a művésznő volt, akkor bizony legyen egy hát nem csúnya, tehát nem a kifejezés, nem tehát volt a cselédség, bocsánatot kérek. És milyen jó volt, mert annak is volt munkája, nem? Most meg a nagy öntudatos üzé. Nem, az munka,
nem azért, mert nem tudta a művésznő megcsinálni, hanem azért, mert amíg ő tündökölt a színpadon és adott a többieknek, addig a másik takarított. Meg volt a háttér. Nem volt ideje rá. Így van, még nem volt ideje. Hát nem volt ideje rá, hogy ott takarítson, mert hát takaríthatna, de közben meg megvonja magát attól a közönségtől, aki meg azért van. Szóval nem tudom, hogy értető. Ez tök egyszerű. És akkor jönnek a pasik, és azt mondják, hogy te meg most tündögölj a konyhába, és ne otthon. De azért ne általánosítsunk. De igen, mert a 20 éves lánytól a 80 éves, de, és azt mind boldogan mondom, és viccesen, mert én már túl vagyok rajta, már nem érdekel. Tehát a 20-tól a 80-ig minden nő ezt gondolja most. Minden nő ezt gondolja most? Általában. Jöjjön valaki segíteni. A három lánya mellett művésznőnek nem mehetünk egyszerűen el, mert az élet, három az élete. Három lányomban mit mondjak nekik, hogy olyan szép, meg annyira csodálatos, hát látják őt. De igazából a művésznőnek az élete a színpad mellett a három lánya. Igen. Kritikus? A három yes. lányával szemben? Színpadon vagy az életben? Az életben. Hát az életben is, igen. A színpadon kicsit óvatosabb vagyok, mert azért azt tudom, hogy az milyen... Tehát ők még kezdőszínésznők, nem akarom összetörni őket, hogyha... hanem olyan nagyon szörmentén igyekszem, bár az én vérem az nagyon hamar elönt, és akkor én háromig se tudok számolni sose, de igyekszem visszafogni magam. Az életben meg igen, tehát az életben elmondom, aztán vagy elfogadják, vagy nem, de hát a kicsi a 12-vel, az szól azért az megpróbálok keményebb lenni, mert őnek is van egy olyan, hú... Örökölték ám a lányok szerintem ezt a temperamentumot, és a igen, vagy nagyon sírok, vagy nagyon nevetek stílust. Igen. Jaj, hát erről is tudnék mesélni. Na most szóval itt kezdődik, hogy a gyerekek fizikailag, érzelmileg, mindenféle szempontból le vannak folytva. Meg kell felelni. A fiú nem szabad, hogy sírjon egy kis fiú. Miért ne sírjon, szegény? Ha miért ne sírjon? Igen. Na szóval stb. Tehát érzelemmentes, sivár az életünk, és semmire nem visz ez. Fabábok vagyunk, nem érdekel, hogy a másik megpusztul, nem érdekel, hogy a másiknak baja van, nem akarok rajta segíteni, mert engem ne sajnálj, miért ne sajnáljam? Hát nem merjük vállalni az érzéseinket. Semmi, de nem is ismerjük, nem is éljük meg, mert nem érjük rá, mert megyünk, mert rohanunk, mert majd, de fú, mert oda megyünk, mert most jaj, mert most akkor ezt kell megnézni, meg a laptop, meg játszani, meg agresszív izéket kell lövöldözni a laptopon, vagy az Istenen számítógépen. Na szóval nem jó a világ, ami van most. Na de ha kikapcsolódunk, hát akkor mondjuk a természetben, amit művésznő imád. A tenger meg a napelemmel működöm. Napelemmel működöm, igen, így van. Igen. Nagyon szemtelen a kérdés, hogyha tehetné művésznő, melyik állatbőrébe bújna legszívesebben, mert tudom, hogy imádja az állatokat. Jaj, na jó van, már annyi kérdés volt, de ezt még sose tudtette föl senki. Aristen, melyik állatbőrébe? Igen. Hát nem tudom, mert most hirtelen mondok valamit, és akkor jól meggondolom, lehet, hogy nem is azt akarom. Nem tudom. Thesszalonikiben a Nemzetközi Vásáron Magyarország volt a díszvendég, és művésznő képviselte Magyarországot, igen. Ami nagyon nagy megtiszteltet, és úgy gondolom. Aztán igen, most megjelent a könyv, aztán decemberben készül művésznő egy óriási gála műsorra, évfordulóra, kihívás hátán. Hogy lehet ez bírni, ezt az őrületes tempót, amiről éppen most beszéltünk? Hát igen, most egyébként lehet, hogy ez most azért van, mert úgy annyira... Szóval, úgy, tényleg, az elmúlt fél év azért nagyon felpörgött, én azt gondolom. Nagyon, és az előző 8, nem tudom, 10-12 év azért nagyon, ebből az irányból nagyon vissza voltam fogva. Tehát olyan voltam, mint egy versenyló, akit még időbb, és most kinyíltak a kapuk, és megyek, mint a vaddisznó előre. Meg most legutóbb egy nagyon helyes asszonyka, akire hiszek, szóval aki minden asztrológiától kezdve mindennel foglalkozik, azt mondta, hogy ez a következő év, ez nekem, tehát bármiben fogok, sikerülni fog, minden rendben lesz. Így legyen. Nem tudom, köszönöm szépen, nem tudom, jól vagyok most, nem. Megyek előre, csinálom, aztán vár egy főszerep, a Vértestvérek, a Turaida Színházban, az egy fantasztikus, erős zenés, tulajdonképpen egy sorstragédia, egy anya sorstragédiája, majdnem mondhatni, hogy görög, olyan, mint egy görög sorstragédia, bár ez egy angol darab. Szóval sok minden vár rám, és jól vagyok. Nagyon jól vagyok. Értem. Ez egyik legközelebbi barátja azt nyilatkozta a művésznőről, hogy csak meg kell nyomni egy gombot Atinán, és onnantól kezdve mesél. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ez az a gomb... Csak győzze szerintem... megvágni ezt az anyagot. Én is mindig ezen tudnakozom, hogy lehet az én számot így elvágni valahogy. Köszönöm, hogy ilyen őszintén válaszolt művésznő kérdésekre, és remélem, hogy most már minden összejön, és minden úgy lesz, ahogy szeretné, mind a magánéletben, mind pedig a szakmai életében. Köszönöm és szépen. Én is köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagyok, és gyönyörű lett a város. Nagyon szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézők, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!